Ezt hívjuk medvének, ez a tőke. Ez körülbelül olyan 6-700 kiló lehet alatta ez a tőke. Ez azért kell ugye, hogy az ütés energiáját ezt visszaadja. Pályer Gyula késkészítő mutatja azt a gépet, amely, mint régen a segédek, helyette üti a vasat. A kovács messziről indulva találta meg hivatását. Nekem élelmiszerbolti vegyes kereskedő a eredeti szakmám. 26 évesen jutott eszembe, hogy kovács leszek. Fölkeltem, és akkor édesanyámnak mondtam, hogy anyai kovács leszek. Azt mondta, hogy hülye vagy, fiam. És aztán elmentem Tiszaeszlára, Vajda László kovácshoz, Laci bácsihoz, és gyakorlatilag 2 éven keresztül nála voltam tanuló inas, és akkor kitanultam a szakmát. Ennek már lassan 20. éve. Az, hogy az ember kezek közül egy rideg-hideg fémből, egy számomra, meg nagyon sok ember számára is gyakorlatilag egy élő anyag keletkezik. A tűz, a kalapács, ez egy így ki tudja adni az ember magából azt, amit érez. Én nekem ez egy kifejezési formám. Ugyan a 21. században a tömegtermelés az uralkodó a világpiacon, az egyedi kézzel készített termékek iránt is nagy a kereslet, a kovács tapasztalatai szerint. Azt lehet érezni, amit egy géppel gyártott dologban nem, nincs benne az ember. Tehát nincs mögötte az a lélek, amit én minden egyes kalapácsütésre beleteszek. Vagy mondjuk egy kézzel készült süteménybe a nagyi beletesz. Tehát egész más. És ezt még értékelik az emberek és keresik. És én szerintem eznek jövője van ennek a szakmának. Kinézetben is nagyon sok változás van, meg itt, ami nem látszik, az a lényeg igazából. Itt a szövetszerkezetnek a tömörödése minden kalapácsütéssel sokkal sűrűbb, sokkal keményebb lesz az anyag tőle, és gyakorlatilag ettől értartóbb, ettől másabb igazán. Tehát, hogyha ugyanúgy, ahogy a régi kardokat is készítették például kovácsolással, hogy a súlyelosztása más. Mondjuk egy konyhai késnek, amit egy szakács használ, és folyamatosan minden nap dolgozik vele, nem mindegy, hogy milyen a súlyelosztása. Én nem mondom, hogy a gyári kések nem jók, mások. A kovács mesterséget jelenleg nem lehet iskolai keretek között tanulni. Akit érdekel, az csak egy-egy mester mellett vesheti el a szakma csinyát, binyát.